Úgynevezett kapzsisági adót vet neki a kormány a bankokra. A vonatkozó sürgősségi rendelettervezetről Eugen Teodorovics pénzügyminiszter számolt be. Rendhagyó bevezetését tervezi a kormány. A pénzügyminisztériumi indoklás szerint erre többek között azért van szükség, hogy a kormányprogramban felállított pénzügyi és gazdasági célok teljesülhessenek. Az új életéket, amelyet a bankok kellene majd kifizessenek, kapzsisági adónak nevezte Eugen Teodorovics pénzügyi tárcavezető ha ezt, teljességgel indokolt ezt az adót kapzsisági adónak nevezni, ha a romániai bankszektort nézzük. Tényszerű magyarázatokat tudok adni arra, hogy miért javasolja ezt az intézkedést a kormány, hiszen ezzel a romániai lakosságot védjük. Nekünk, kormányzóknak a kötelességünk védeni a román állampolgárok érdekeit. A romániai bankszektorban a második legnagyobb európai uniós szinten az állami kötvények iránti keresztül. Lett. Tehát a legtöbb esetben a bankok inkább az állam felé közelednek, állami kötvényeket vásárolnak, hogy biztonságban tudják a pénzüket, ahelyett, hogy a reál gazdaságot finanszíroznák. A kapzsisági adót az úgynevezett robor, azaz a bankközi kamatláb alapján számolnák ki. E szerint 1,5%-os robor alatt az adót 0%, de 3,01 és 3,5% között már 0,9%-os adót számolnának fel a hitelintézeteknek. A kormány becslései szerint 1,5%-nál nagyobb robor esetében 3 milliárd 600 millió lejes bevétele lesz jövőre az államkasszának. A pénzügyminiszter szerint ez a bevételi szint a bankok kapzsiságától függ. A Román Nemzeti Bank kormányzójának főtanácsadója szerint azonban a tervezett intézkedés aberráció, hiszen nem a bankok döntik el, hogy mekkora a robós szintje, hanem azt az állampiac gazdasága adja.